Izgalmas feladatokat teljesíthetek a diákok a Tiszavasvári sportcsarnokban. Akadálypálya, mátrixfutás, vívás, íjászat, lézeres lövészet, autószimulátor és logikai feladatok sora várta a honvédelmi jellegű sportversenyre jelentkező csapatokat. Az ilyen találkozások, az ilyen versenyek, azok a fiatalokban fölébresztik a kedvet a katonai hivatás iránt is. Nyilván úgy szervezzük ezeket a versenyeket, a Bártnak ligáját is, és a többi versenyeinket is, hogy kadétok is jelent vannak, tehát középiskolás fiatalok is találkoznak a 8-os, 7-es általános iskolásokkal, akik egyébként a pályaválasztás előtt állnak. És én bízom benne, hogy azok a kadétok, akik egyébként itt vannak, és a többi helyszínen is, ezen találkozás alkalmával pozitív képet tudnak alkotni és mutatni a fiatalok számára a Magyar Honvédségről. A verseny nem titkolt célja a honvédelmi utánpótlás biztosítása. Ez a rendezvény tulajdonképpen a kadétképzés előszobájának is mondható. A diákok megismerhetik, hogy a későbbiekben milyen képességekre van szükség a honvédelem munkájánál. Örömömre szolgál, hogy Tiszavasváriban is megrendezésre kerül. Én már, ha jól tudom, 45. alkalommal. Én úgy hiszem, hogy a fiatalságnak a fegyelemre, a sportra való nevelése az rendkívül fontos, hiszen látjuk azt, hogy a mai világ az hogyan alakult, tehát vagyis, hogy a jelenlegi világ az hogyan néz ki. Nagyon sokat törődnek az emberek mással, mint a sport, az egészséges életmód, és inkább ülnek a kütyük előtt, vagy hanyagolják el a mozgást. Én azt hiszem, hogy a Bátrak ligája, az a sportrendezvény, ez kicsit átformálja a fiatalok gondolkodásmódját, felhívja a figyelmet arra, hogy fontos a közösségben gondolkodás, a sport, az egészséges életmód, és talán kedvet is kapnak majd a jövőre nézve a honvédelemhez. A meghívott csapatok párhuzamosan hajtották végre a feladatokat. Minden állomáson közel fél óra állt rendelkezésükre, hogy legjobb tudásuk szerint teljesítsék a pályát. Így 10 csapat verseng, gyakorlatilag a hazafias érzés, az állóképesség növelése, akadályverseny van, és a közösségi érzés megteremtése, hogy a fiataljaink megfelelő erőlénttel rendelkezzenek, akkor, amikor felnőttek lesznek és döntenek úgy, hogy esetleg beállnak a hadseregbe. A vetélkedő résztvevő minden intézmény 50 000 forintos sportvásárlási utalványt vihetett haza, továbbá a résztvevő diákok ajándékcsomagokat is kaptak. Az első helyezett a Tiszavasvári Kabai János általános iskola sárga csapata lett, akik érmet, kupát és további 200 000 forint értékű utalványt nyertek. Az országos döntőt júniusban Budapesten rendezik meg.